Gidrán moduláris többcélú harcjárművek kezelőinek felkészítése során először a harcjárművezetők kaptak szakfelkészítést Törökországban. A pandémia miatt az irányzók felkészítését hazánkban folytatták. 21. századi eszköz. Olyan kiegészítőkkel van ellátva, mint a termokamera, mint az infrakamera, amiket mi korábban nem használtunk hasonló eszközökön, úgyhogy ez megigényli azt, hogy egy speciális felkészítést kapjanak rá a felkészülő kiképzők. A számítógép által vezérelt rendszer egy olyan újfajta szemléletet kell, hogy hozzon magával, ami egy kiszolgálásában, egy felhasználásában teljesen más hozzáállást igényel, mint korábban volt. A jelenleg is tartó felkészítés során a Gidrán kezelő személyzete többek között az M2-es toronygéppuska szakszerű kezelését sajátította el. A haditechnikai eszközök beszerzésére vonatkozó szerződésnek köszönhetően a magyar katonák a gyártó török féltől kapják meg a szakszerű üzemeltetéshez szükséges ismereteket. Teljesen új rendszer a honvédség számára is, illetve nekünk is, hiszen ilyen technikai eszközünk még nem volt. Itt már teljesen elektronikus rendszer alapul az egész torony, tehát nem kell nekünk bármiféle erőkifejtést kifejteni ahhoz, hogy mozgassuk. A célzás az kamerákon keresztül történik. Az elméleti és gyakorlati felkészítést követően a Gidrán harcjárművek és kezelőik lövészeten vesznek majd részt. A felkészítés harmadik fázisában pedig majd a technikusok sajátítják el az eszköz szakszerű kiszolgálásának módjait.